hát nagyjából így lehet elképzelni, hogy milyen a kőgazdagság, a luxus, a felvágás, a túlcsicsázás, a jövőnek a kifigurázása, és az a hang, amit vissza fogunk sírni pár év múlva. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Elképesztő, milyen nagy ágyúkat lehetett kipróbálni a mai Audi rendezvényen. RSQ3, RS3, S8, RSQ8, SQ8, és még sorolhatnám a több 100 millió forintnyi értékű modelleket, amikkel innen egyekről sok újságíró nekivághatott a sok órás útjának. Nekem pedig az SQ8 jutott, és hogyha időrendben szeretnénk haladni, akkor a története úgy néz ki ennek a modellnek, hogy 2018-ban mutatkozott be a Q8, 2019 nyarán pedig érkezett az SQ8 méghozzá 900 Nm-es dízelmotorral. Hát ezt követte 2020 őszén a 4 literes TFSI V8-as erőforrással szerelt modell, ami itt látható mellettem, és csak néhány adat, amivel elkápráztat ez a hatalmas monstrum: 770 Nm, 507 lóerő, 4,1 másodperces 0-100-as sprint, de a hang az, ami igazán fantasztikus ebben a modellben, V8. Édes Isten, a mi gyerekeink már alig ha fognak ilyeneket hallani, maximum valamilyen oldtimer rendezvényen. De hát így is való, hogy azért az értelmetlenséget is abszolút példázza ez a modell, több mint 50 millió forintba fáj, de mivel sok órát tölthettem vele, így bőven volt időm kiismerni, így meg tudom nektek mutatni kívülről, belülről, illetve hogy hogyan megy, mit lehet tudni róla, mennyibe kerül, meg úgy mindent. Nyers adatokat tekintve elképesztő méretekkel gazdálkodhat egy Audi SQ8-nak a tulajdonosa. 5 méteres hosszúság, 3 méteres tengelytáv és nagyjából 2260 kg-os tömeg az, amivel rendelkezik ez a modell. És hát nyilván a sima Q8-hoz képest sok téren átszabták például az autónak az elejét, az autó színére festett lökhárító, 8 szögletű single frame hűtőrács, progresszív légbömlők és LED matrix fényszórók, hogy csak néhányat említsek az autó orráról, és különböző szenzorok is láthatóak itt. Rendkívül tekintélyt parancsoló, robusztus, de ahhoz képest egészen áramvonalas, és hát nyilván a legminőségibb anyagokkal teli autó ez, ami autópályán suhan, meg sem lehet hallani, hogyha megyünk 130-140-nel, meg valószínűleg Németországban sokkal többel. Bárhogy is nézünk rá, látszik, hogy a luxust idézi, és a legfelsőbb kategóriába tartozó autó ez, gyönyörű egyenes ívekkel. Például ez az egyenes vonal, ami az első lámpáktól egészen végigfut a hátuljáig, ez az övvonal mennyire gyönyörű, és bár az RSQ8-nál 23 colos tárcsák is keretők, itt meg kell elégedni a 22 colos felnikkel. Busznyi méretű felnik ezek, kérem szépen, és az is szuper, hogy ezeket a műanyag elemeket, amik itt végigfutnak a kerékjárati íveken és a padlónemezen, ezt is színre festették, tehát optikailag nem akart csalni az Audi azzal, hogy még nagyobb legyen a modell, így is elég robusztus, krómozott visszapillantó tükör, rendkívül fejedelmi első és hátsó láb, valamint fejtér, hatalmas ajtók jellemzik, felül pedig itt van a tetősín, amire nyilván lehet szerelni azért különböző dolgokat. Sötétítés. Hát nem tudom, szerintem többet mondanak a vágóképek, mint amennyit én meg tudok mutatni, de úgyis a lényeg itt a gépháztető alatt rejtőzik, a 4 literes TFSI motor a maga 507 lóerejével. Na és nehogy azt higgye bárki, hogy a mérnököknek a fantáziája az autó elejéről indulva hátrafelé elfogyott. Nem, nem. Ami oldalról egy kicsit, hogyha onnan nézzük, megfigyelhető, az a kupés tetővonal és kialakítás, de nem annyira agresszív ez, hogy bántó legyen a fejtér számára, hanem úgy is elférünk 4-5-en benne, hogy igazából megvan ez a külalak. Hátul pedig fénysáv köti össze a két hátsó lámpák, nyilván modern, gyönyörű külsőt varázsol így az autónak, illetve S-specifikus diffúzort is kapott az autó, és 4 valódi kidörgő, tehát nem optikai csalás, csalódás, hanem ott távoznak a kipufogó gázok, 4 darab ilyen is van, és amilyen hang onnan kijön, az az igazán kegyetlenül szép. Adat, hogy amekkora monstrum ez, amilyen erős, 3,5 tonnányi fékezetlen utánfutót is maga után tud húzni, tehát ha valaki jakttal rendelkezik, vagy hatalmas járművekkel, azt is el tudja vontatni ezzel a modellel. És hát nyilván nem meglepő módon az elektromosan nyíló csomagtér ajtó mögött őrletes méretű csomagtér tátong, és még elektromosan húzódik hátra ez a kvázi kalaptartó is. Elektromosan lehet kinyitni a vonóhorgot.
Tehát itt el lehet szállítani bárkit és bármit lényegében. Pont erre jó az SQ8, hogy nagy távokat lehessen utazni vele, sok csomag beleférjen, vontatni is tudjon dolgokat, és közben élvezzük a V8-as motornak a hangját, és kevésbé a fogyasztását. Azért szerintem még mindig egy kicsit elképed az ember egy ilyen Audi, egy ilyen felső kategóriás SQ8-nak a belsejének a láttán. Bár vannak olyan anyagok, amiket nem szívesen látunk, például ez a sok fényezett, lakkozott felület, de hát ezek némi eleganciát kölcsönöznek a beltérnek, csak hát vigyáznunk kell rájuk, mint a szemünk fényére. Mindenhol az anyagoknak a tapintása olyan, amit ennyi pénzért elvárna a vásárló. Nincsenek recsegések, ropogások, annak ellenére, hogy azért az Audit is éri némi kritika manapság, hogy hát vannak összeszerelési hibák néha, amik úgy jönnek ki a gyárból, mintha nem is ellenőrizték volna őket, de szerencsére ezt az adott tesztmodellt ez nem feltétlenül érinti, hiszen varrott bőr, finom tapintású alkantara, és még sorolhatnám például egészen a tükörállítóig, amilyen recézett kialakítású tekerőt kapott, az ablakemelők is finom anyagokból készültek, és hát nyilván az ablakoknak a lehúzása is tökéletes. Egyszerűen finom, lágy, egyszerű, és még ajtószervonk is van, hatalmas visszapillantó tükrökkel, méghozzá holtérfigyelő rendszerrel is beépítve. Itt is sok a lakkozott felület, de amúgy összességében azért tényleg rendben van. A kormány alján is látszik, hogy ez egy S modell, ez a kis finom tapítású, lényegében ilyen bemélyedésekkel rendelkező kormány pedig az izzadságot segít elvezetni, hogyha valaki nagyobb tempót autózna. Van egy 12,3 incses műszerfalunk, nyilván variálható külsővel, egy 10,1 incses középponti panelünk a fedezetrendszerrel, valamint egy 8,6 colos lenti képernyőnk, na ennek az értelmét látom a legkevésbé, innen lehet a klímát, az ülésfűtést és az egyéb rendelkezésre álló berendezéseket irányítani, maga a fedezeti rendszer pedig ilyen haptikus visszajelzéssel rendelkező kijelzővel bír, nyilván a sebesség az egyébként teljesen rendben van, de van egy-két apró megakadás, a legtöbb ember szemét ez szerintem nem fogja bántani, finoman lehet irányítani a levegő áramlásnak az irányát, illetve ugye a mértékét. Itt van a hatalmas váltókarunk, előtte a parkolás segítő gombok, így lehet bekapcsolni a 360 fokos kamerarendszert, két pohártartó, elképesztően kényelmes ülések, állítható fejtámlával. Nehezen lehetne itt azért kritikával illetni ezt a belteret, egyértelmű, de hát sokat nem is fogjuk ezt látni, azon kívül, hogy nyilván mondjuk én is letesztelem ezt a modellt, és ami durva, hogy nem csak elől, hanem hátul is egy olyan fejlett klímapanelünk van, amivel az ülésfűtéstől kezdve a hőfokig mindent lehet kalibrálni. Hát nagyjából ilyen egy több mint 50 milliós autónak a beltere. És 3, és 2, és 1, és... az 1000 éves sólyom hiperül sebességre kapcsolt. Bármennyiszer ül az ember ilyen autóban, bármennyiszer nyomja le a gázpedált, mindig élvezni fogja a V8-asnak a hangját, és mennyire fog hiányozni ez nekünk a jövőben. Hiába imitálják a motorhangot hangszorongon keresztül, nem ugyanaz, amikor 4 kidörgőből jön a hang hátulról, mint hogyha itt egy ilyen zenebodán keresztül. Még akkor sem ugyanaz, hogyha ebben az autóban egy több millió forintos Bang & Olufsen hangrendszer van. De hát mitől döglik a légy? Mi adja az erőt, a dinamikát, a vezetési élményt? A váltó, a futómű, illetve a motor. De kezdjük legutóbbival. 4 literes, 3996 köbcentis, TFSI motor az, ami zakatol itt a gépháztető alatt, méghozzá 2 darab turbóval megtámogatva, tehát egy biturbos, duplaturbos rendszerről beszélünk, aminek az összteljesítménye nem kevesebb, mint 507 lóerő és 770 Nm-es forgatónyomaték. Egy ekkora hodálytól, ekkora teljesítmény, hát nem is
gondolta volna az ember, hogy lesz. És még van ennél is magasabb szint az RSQ8 a maga 600 lóerejével. Szégyenkezni nem fogunk, hiszen itt 4,1 másodperces, ott pedig 3,7 másodperces a 0-100-as gyorsulás. A hang mind a két esetben magával ragadó, a teljesítmény mind a két esetben több, mint elég. Nehéz ezeket szavakba önteni, inkább visszaváltok, és jobb, ha csak hallgatjátok. Én pedig jó, hogy érzem mind a lóerőket, mind pedig a teljesítményt, a hangot pedig, jaj, csodás. Tényleg csodálatos, nem lehet többet erről mondani. Ugye van még egy 48 voltos lágy hibrid vagy mild hibrid rendszerünk is, ami segíti egy kicsit a start-stop működését, lágyabbá teszi, és hát persze a gyorsításhoz is hozzájárul, de ezek mind olyan dolgok, amik nem annyira fontosak a hang, illetve a teljesítmény mellett. Persze technológiailag, környezetvédelmi szempontból, károsanyag kibocsátás tekintetében meg kellett felelni ezeknek a normáknak, az Audi pedig az SQ8-al meg is felelt ezeknek, annak ellenére, hogy ilyen teljesítményű motor lakozik itt a motorvezető alatt. Minden adott ahhoz, hogy lényegében a lehető legsimábban és a legdinamikusabban közlekedjünk. Persze a szívó és kipufogó oldalon is 50 fokkal változtatható szelepvezérlés, vagy a 8 fokozatú hidrodinamikus nyomatékváltós automata váltó mind a rendszer részét képezi. A váltó jól is működik, finoman dolgozik. Amikor nagyobb sebességnél visszaváltunk, és ezt az őrült mennyiségű nyomatékot rászabadítjuk mind a négy kerékre, akkor meg tudja rugni az autót. De hát mit várunk mást? Ez a normális. És ha már mind a négy kerékről beszéltünk, ugye egy klasszikus quattro hajtásról beszélünk, és szériában légrugós és adaptív lengéscsillapítós kerék felfüggesztéssel, elől és hátul is oldalanként 5-5 lengőkarral. Hát, na majd, ha ezt egyszer cserélni kell, akkor az is zsebbenyúlós folyamat lesz. És hát nyilván a módtól függően, vezetési módtól függően változik az autónak a magassága, a quattro rendszernél pedig a mechanikus diffinek köszönhetően az erőelosztás alapesetben 40-60, de 70% lehet az első erőelosztás, vagy akár 85 a hátsó, majdhogy nem hátsó kerék hajtásúvá varázsolhatjuk ezt a hatalmas dömpert, és a vezetési élmény olyankor a legmagasabb szintet fogja képviselni, és ez valóban így van. Valóban ez a helyzet, amikor tényleg dinamikus módba kapcsoljuk, ugye dynamic vagy individual, akkor látszik is, hogy az autó leereszkedik, így, mint egy mérges skorpió, neki feszül, és mi pedig belenyomunk a gázpedálba, és fölszeljük az aszfaltot. Mert ezzel az autóval azt kell csinálni, azt lehet csinálni, és azt lehet benne nagyon élvezni. Hát persze, ilyenkor a fogyasztás is megugrik, mint a jó ló, körülbelül 35 liter a városban, de hogyha óvatosan megyünk, mert amikor már kielvezkedtük magunkat, kivizettünk érte nagyon sok pénzt, és kicsit elegünk lett abból, hogy szágoljunk, és inkább komfortmódban közlekednénk, akkor vegyes használattal akár 15-16 literre is levihető a fogyasztás, és itt jön szóban a 48 voltos mild hybrid rendszer, ami segít ebben, illetve a henger lekapcsolás, mert akár 4 hengerrel is képes üzemelni az autó, hogyha konstans tempót autózunk. Egy idő után el fog következni ez, amikor már tényleg elegünk van abból, hogy állandóan nyomjuk, állandóan neki ütődik a fejünk a fejtámlának a hatalmas erőtől, gyorsulástól. Lesznek ilyen pillanatok. Na nem nekem, mezei embernek, aki évente egyszer-kétszer ülhet ilyen autókban, de aki ilyet vesz, annak valószínűleg azért eljön ez az idő. És hát persze ilyet vesz, mennyibe kerül az Audi SQ8, 30 pár millió forintot kell kicsengetni akkor, hogyha az alapverziót kérjük. Ugye elmondtam, hogy mik azok a plusz dolgok, amik megkülönböztetik a Q8-tól, de itt is a Bang & Olufsen hangrendszer, a komfortülés, a panorámatető, a panorámakamera és még néhány beixelhető extra, ugye az Audinál aztán teljes mértékig szétkonfigurálható az embernek az autója. Itt már azért fel kell készülni arra, hogy a bankszámlánk legalább egy 55-57 millió forinttal szegényebb lesz. Hát, erre az autóra tökéletesen illik, hogy egy guruló lakás, vagy legalábbis, hogy egy lakás ára, még annak ellenére is, hogy milyen magas csak az ingatlan árak, nem véletlen nincs sok belőle az utakon, annak ellenére, hogy már a tavalyi Audi napokon is mondták, hogy az emberek még mindig nagy igényt támasztanak az ilyen sportmodellek iránt, az RS, illetve az SQ modellek iránt, és addig próbálják ezeket megvásárolni, ameddig van rá lehetőség, mert itt az elektrifikáció, az Audi is 2026-ig fogja fejleszteni a belső égésű motorokat, onnantól kezdve
már az elektromos meghajtásra állát, hogy ez mennyire jó hír nekünk, benzinvérő embereknek, arról lehetne vitatkozni. Hogy mennyire jó a környezetnek, arról is lehetne vitatkozni. De hogy ez az út, arról nem lehet, hiszen ez már így van és kész. Aztán majd meglátjuk. Innen majd egy RS3-mal megyek haza, legalább akkora élményre számítok, mint ettől az autótól. Tavaly csak pár kilométerig vezettem, most több órán keresztül. Biztos, hogy az ember besz a behu egy ilyen autótól, biztos, hogy élvezni fogja az, aki ezt megveszi, és ennyit lehet elmondani. Hát kíváncsi vagyok, hogy tetszette, át tudtam adni az élményt. Elégedettek vagytok-e a videóval? Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha van esetleg lehetőségetek, próbáljátok ki ezt a modellt, vagy valamelyiket, és írjátok meg kommentben, hogy az összes az elején még látható autó közül melyiket vinnétek haza szívesen. Ha pedig szeretnétek támogatni a csatornát, arra is van lehetőség, és követni is lehet engem különböző közösségi oldalakon, TikTokon, Facebookon, Instagramon, ezekért mind-mind-mind hálás vagyok. Szép napot kívánok mindenkinek, legyetek jók, sziasztok!